Vers próza műfaja következik. Elsőként Kubik Anna Székesfehérvárról, könyvesbolti eladó. Tessék, parancsolom. Részlet Móri Zsigmond Úri Muri című regényéből. Igazából orvos akartam lenni, de azt viszont nagyon komolyan gondoltam. És hát miután egy ilyen kis faluban születtem, egy 2500 lelkes kis Veszprém megyei faluban, Bakonyalján, még nem láttam színházat. Nekem ilyen sok gyerekkori emlékem szól erről, hogy rosszul éltem meg a másféleséget. Szerintem kitűnő tanuló is azért lettem végeztelen végig, mert ez egy ilyen fegyverként használtam, hogy jó, hát ha nekem vörös hajam van, és fehér bőröm, és szeplős vagyok, akkor viszont legyek más, amiben jó vagyok. És akkor minden erőködés nélkül tényleg végig kitűnő voltam. Aranyat és tömjét hoznak, és az Úrnak dicséretét. Harmadszorra sikerült bekerülnem a színművészeti, akkor még főiskolára. Hát nem tudtam semmit róla, hogy mi a követelmény, vagy hogy. Tehát semmilyen tudásom nem volt arról, hogy kell. Végül aztán Kazimír Károly és Iglódi István osztályába kerültem. Kazimír volt a prózai mesterségtanárom, és Iglódi pedig a zenés mesterség. Nagyon jól kiegészítették egymást. Iglódi nagyon szigorú volt, és szigorúan a szakmára koncentrált, és Kazimír pedig a lelkünket, meg a szívünket táplálgatta. Nagyon szeretett bennünket, nem engedett rostálni. Az első fél év végén rezgett nálam a léc, akkor még nagyon merev voltam, és nagyon zárkózott, és állítólag hangom se volt a vizsgán. Úgyhogy valószínű, hogyha ő nem véd meg, akkor kikerültem volna abban az évben. De aztán az, hogy ő mennyire bízott bennem, az kinyitogatott ilyen különleges ajtókat a szívemben, hogy hát, ha ő ennyire bízik bennem, akkor biztos, hogy jó vagyok, vagy jó leszek, és akkor viszont így mindenre képesnek éreztem magam. Tóth Sándor, Tóth Sándor. Díszítők, kiharózás. Most egy mólylepke készül itt. Diktatórikus hajlamú mólylepke királynő. Nincs elég bajom! Egy pattanás nőtt a homlokomon! Mert az agyamra mentek, egyenként fogom kitépni a szárnyatokat! Magánéletben nagyon szeretek nevetni, és ezt a színpadon elég ritkán tudtam komatoztatni, ezt a nevettetős énemet. Azért volt rá példa. Életem egyik legjobb kritikáját Molnár Gál Pétertől akkor kaptam, amikor a Karnyonéban játszottam, és azt is írta, hogy én tulajdonképpen vígjátéki színésznő lennék. Tudatosan menekülök már minden olyan helyzetből, ahol én bezáródom, mert akkor elveszítem az élethez való kötődésemet, hogyha én becsukódom, akkor az nem jó helyzet. Egy madár ül a vállamon, ki együtt született velem. Már oly nagy, már olyan nehéz, hogy minden léptem gyötrelem. Súly, súly, súly rajtam, bénaság. Ellökném, rám akaszkodik, mint egy tölgyfa a gyökerét, vállamba fájja karmait. Hallom, fülemnél ott dobog irtózatos madár szíve. Ha elröpülne egy napon, most már eldőlnék nélküle.